Igazándiból nekem úgy volt, hogy én nem akartam soha eljátszani se a Hamletet, se a Rómeót, sem, ezek nekem nem érdekeltek. Valahogy mindig, hogyha éppen egy imádkoztam jó Istenhez, hogy valami szerepet eljátszanak, akkor mindig az, hogy a Liriumot hagyj játszanak. Aztán egyszer egyik reggel azt mondta a jó Isten, hogy akkor nesze itt van kettő. Fölhívtak 10-kor és 11-kor, fölhívott 10 órakor a Lukács Andor, hogy a főiskolán rendezi a Liriumot, lennék-e én a Lirium. Mondtam, hogy igen, szuper, és 11-kor fölhívott a Süs, hogy rendezi a Krétakörbe a Liriumot, lennék-e a Lirium. És ez egy, hát ez nem tudom elmondani ezt az érzést, hogy milyen eufórikus érzés volt. Aztán persze kiderült, hogy a kettő, azt hiszem, hogy tulajdonképpen úgy, hogy délután lett volna, tehát ugyanazon a napon lett volna két darabnak a bemutatója, ugyanazkor próbáltuk, tehát hogy délelőtt próbáltam volna a főiskolán, nem délelőtt próbáltam volna a Krétakörbe, délután a főiskolán, este a Krétakörbe, éjjel a főiskolán, ugyanazt a szerepet. Szerintem nagyon izgalmas lett volna, de azt mondták, hogy szerintük ez mások. És akkor abban maradtuk, hogy a Nagy Zsolti játssza a Liriumot, én meg játszottam a Ficsút, a Liriumnak a hát nem barátját, hanem aki a rosszba beleviszi. De játszottam még a főiskolán, rendezte a Süsű, még akkor nem volt Krétakör, a Menszátor Hédes Attila volt a Liriumot, és a Láng Anna Maria a Julika, és akkor én voltam az összes kis szerep benne, az ilyen rendőr, olyan rendőr, égi rendőr, földi rendőr, mindenféle rendőrt játszottam benne. Megkérdeztük, hogy miért nem megyek át a rendőrtisztire. És tehát ez nekem nagyon megmaradt, hogy ez az egész történet valahogy. Én nem tudom elmondani, hogy miért, de én azt hiszem, hogy ez a világirodalom legszebb története. Ez két emberről szól, akik valahogy nagyon-nagyon összetartoznak, a halálukig és a halálukon túl is összetartoznak, és egyik sem képes arra, hogy azt mondja a másiknak, hogy szeretlek, vagy hogy bírlak, vagy hogy valami kedveset tenni, mert valahogy nem így vannak szocializálódva, meg én csak a Lidion részét tudom, hogy van egy hintáslegény és van egy cselédlány. Találkoznak a ligetben, a hintáslegény felmond a hintánál, a cselédlány felmond, ahol szolgált, és elkezdenek együtt élni, és nincs munka, nincs pénz, nincs lehetőség, semmi nincs, kölcsönkenyértől élnek, és annyira gyűlöli magát a Lidion, és annyira utálja, hogy ő nem képes gondoskodni arról, akit szeret, mert annyira haragszik magára, hogy megüti azt a nőt, akit szeret. És hogy ez a szerelem ez ezen is túlmegy. És hogy egy csomószor van, hogy az ember inkább valami rosszat csinál, ahelyett, hogy... Tehát hogy nagyon nehéz bevallani érzelmeket, van, amikor könnyebb rákiabálni valakire, mint gyengédnek lenni. És ez annyira komplexen és annyira gyönyörűen van megírva, tehát hogy én nem tudom, hogy csinálta ezt a Molnár. Nyilván ebben azért benne van a saját tapasztalata bőven, maga saját elrontott magánéletei. De hogy valahogy azon, hogy a végén nagyon szereted ezt az embert, az erőszakosságával, az önpusztításával, a szégyenével, meg mindenféle nyomorával együtt. Én szerintem olyan fajta lírája van ennek a szerepnek, ami egyáltalán nincs sehol a világirodalomban, és egy ilyet játszani, az mindig nagyon nagy öröm.